22 kiemelten tehetséges zongorista növendék érkezett Nagy Kanizsára a napokban, hogy egy intenzív, komplex készségfejlesztésen vegyen részt. A mesterkurzus első napján Szabó Zsolt fotókiállítását is megnyitották a Zeneiskola nagytermében. Különleges módon lehet hozzánk bekerülni, mert hogy meg kell pályázni ezt a helyet, hogy jöhessen valaki. És akkor beérkeznek a pályázatok. Ez azt jelenti, hogy egy szakmai önéletrajzot kérünk a diákoktól, és a mestertanárok pedig elbírálják. Igyekszünk egyébként mindenkit fogadni, tehát a gyermekeink többsége, aki ide érkezik, ők már konzervatóriumban tanulnak, zeneakadémián tanulnak. Aki meg még nem, az meg fog. A tanárok szakmai tudása nem csak az ország területéről vonzza nagykanizsára a növendékeket, a határokon túlról is több fiatal érkezett. 12 évesen akkor kezdtem el zongorázni, és akkor ezelőtt három éve jöttem ide először, mert a zongoratanárnőm Orbán Éva azt ajánlotta, hogy ez egy nagyon jó tábor, és a tanár úr is nagy híre volt már akkor is, tehát nagyon jó tanár, és hát ott jó lenne eljönni ide, és megnézni, hogy mi is ez a tábor. És akkor először eljöttem ide, aztán a következő évben fölvételiztem a Maribori Konzervatóriumra, tehát most oda járok évközben, de aztán eljöttem ide tavaly is, meg az idén is, mert hát nagyon tetszik, meg a tanár úr, az tényleg nagyon jó. A növendékek olyan műveket hoznak magukkal a táborba, amelyeket ismernek és sajátjuknak tudnak, majd a mesterek egyebek mellett ezeknek a komplexebb elsajátításában segítenek. A klasszikus zongora mesterkúzust Eckhard Gábor Liz zongoraművész, zongora művész, a jazz improvizációs mesterkúzust Márkus Tibor Erkel díjas jazz zongora művész vezeti. A lényege, hogy mindenki motivált, mindenki vagy szereti nagyon a zenét, a zongorázást, vagy pályára akar menni. Na most ezekkel könnyű dolgozni, mert bármit mond az ember, nekik így harapnak rá a munkára, és azonnal megvalósítják. Nagyszerű gyakorlási lehetőségek vannak itt az iskolában. Úgyhogy azt mondom, hogy ideális helyszín, ideális körülmények, még hőség sincsen akkora. Úgyhogy szerintem ez így önmagában egy fantasztikus lehetőség. Tábort hagyományosan hangversennyel zárják, ez hétfő délután fél egytől lesz a zeneiskola nagytermében.